Advent első vasárnapján körzetünk több településén is meggyújtották az első gyertyát a koszorún. Várgesztesen a helyi csoportok tanulók fellépésén túl vendégeket is fogadtak a templomban, ahol a baji kórus is fellépett. Környén összefogott a település apraja nagyja, hogy közös műsorral tegyék emlékezetessé az idei advent első vasárnapját. Thank you.
Az óvodapedagógiai nap alkalmából léptek színpadra a Kenderke Művészeti Iskola táncos lábú tanulói. Már hagyomány, hogy ezen a napon elismerjék és köszönetet mondjanak a pedagógusok felelősségteljes munkájáért. Az óvodákban dolgozók szakmai fejlődését a legújabb kutatási eredményeket taglaló előadásokkal kívánták elősegíteni, tartalmas programot és időtöltést kínálva a résztvevőknek. Mint minden tudományterületén óriási változásokkal szembesülhetünk, a pedagógia területén is így van, hiszen a 21. században élő és a 21. században született gyermekek ülnek ma az iskolapadban, és én azt látom, az én tapasztalatom, tisztelet a kivételnek, hogy az iskola nagyon nehezen tud adaptálódni, igazodni ezekhez a változásokhoz. Az iskola is és az óvoda is nehezen tud adaptálódni a változásokhoz. Mikor azt mondjuk, hogy informatika, digitális nemzedék, akkor az óvodapedagógusok egy részének összeszűkül a pupillája, és azt mondja, hogy jaj, ne, számítógépet ne vigyünk be az óvodába. Ezzel maximálisan egyetértek, de azt viszont az óvodapedagógus szakmának kell tisztán látni, hogy ezek a gyerekek a 21. században élnek, és egy nagy csoportos óvodás egy okostelefonnak, egy mobiltelefonnak 15-20 funkcióját fel tud sorakoztatni, erről szakdolgozatok, tudományos munkák, doktori disszertációk születtek. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy új kihívás, a digitális nemzedék, ugye? Tari Anna Mária kolléganőm, aki ennek a témának kiváló szakértője, azt mondja, hogy már az iskolapadban ülnek az alfa gyermekek, az alfa generációhoz tartozó gyermekek, akik 2005 után születtek, és az én kutatásaim is azt támasztják alá, hogy másképp működik a központi idegrendszer, más az ő agyuk, mással lehet őket lekötni. Más érdekli őket. Hadd mondjak egy szemléletes példát, az óvodapedagógus egy játék keretében tanítja, hogy jobbra dül, balra dül, tücsök, koma, hegedül, mert hogy ezzel az irányokat is megtanítjuk az óvodásnak. Ugyanez a gyermek otthon, néha szülői felügyelettel, sajnos néha szülői felügyelet nélkül játékkonzolokat használ a tableten, az okostelefonon, és olyan játékokat játszik, ahol mondjuk egy 10 milliós nagyváros alaprajzát látja a térképen, és biztonsággal eligazodik rajta, mert ugye a kisgyermekek agya olyan, mint a szivacs, pillanatok alatt minden beleég a központi idegrendszerükbe, rendkívül könnyen tanulnak, rendkívül szenzitív időszakról van szó. És azért szeretnék ma új trendekről beszélni, mert van egy új tudományterület, ami, hát minden szerintelenség nélkül mondom, az én kezdeményezésemre most van a Magyarországon kibontakozóban, ez a neuropedagógia. Ami tulajdonképpen egy interdisziplinális tudományterület, és hogy a nevéből is kiderül, a neurológia, a kisgyermekkori neurológia és a pedagógia folyamatos párbeszédét tartjuk indokoltnak. Magyarul nézzük meg, hogyan fejlődik a gyerekek idegrendszere, hogy fejlődik az agy, és képesek vagyunk-e az óvodában, az iskolában ennek adekvát megfelelő módszereket kitalálni, hasznosítani, meg tudjuk-e támogatni a kisgyermek központi idegrendszerének a fejlődését. És ez azért tartom fontosnak, mert az agykutatás már nagyon fejlett, nagyon sokat tudunk az emberi elméről, sőt bizonyos területeken szembe megyünk a korábbi megállapításoknak. Még régen én is pedagógiából azt tanultam, hogy a felnőtt ember agya a legfejlettebb, a legújabb neurológiai kutatás eredmények szerint 2 éves korban a legfejlettebb az emberi agy, és az első 8 év a legszenzitívebb időszak, ekkor lehet jó szándékkal a központi idegrendszerbe beavatkozni. Nem megsértve a szakmát, de nagyon sok pedagógus nem érti, és nem érzi ezt, és nincs ezzel tisztában, mert hogy ebből mi következik, hogy azok a pedagógusok, akik az első 8 évben foglalkoznak a gyerekkel, és természetesen most a szülőket is én pedagógusként definiálom, rendkívül nagy a felelősségük, mert ez az első 8 esztendő, ez még egyszer az ember életében, ez a szenzitív időszak nem jön vissza. Tehát soha nem. Sajnos az agyfejlődést az első 8 évben meg lehet támogatni jelentősen, de aztán use it or lose it, mondja az amerikai szakirodalom, használt ki ezt az első 8 évet, mert aztán ez elveszik. Egyébként az agykutatók, a külföldi agykutatók azt mondják a gyermeki agyra, hogy opening windows, a világra nyíló ablak. A legklasszikusabb példa a nyelvtanulás. Egy gyermek, a gyermeki agy a világ egyik legbonyolultabb jelrendszerét, mondjuk a magyar nyelvet 1,5 év alatt megtanulja. Mindenféle szótárazás nélkül, mindenféle grammatikai szabályok nélkül, egyszerűen a szülői minta másolása alapján.
Ugyanerre képes egy gyermek agya, hogyha megfelelő környezetben két nyelv, anyanyelv párhuzamos elsajátítására. Ugye ez is kutatási területünk, a korai többnyelvűség, a korai nyelvelsajátítás. Ezekről a trendekről, az agykutatás legújabb eredményeiről és az abból folyó pedagógiai következményekről szeretnék mai Tatán a kedves kolléganőknek beszélni. Nagyobb figyelmet tudnak fordítani az óvodákra az utóbbi időben, ezt mondta a polgármester. A városban 10 óvoda működik, így sok-sok tatai kisgyermek fejlődése múlik a helyi óvodapedagógusokon. Az elmúlt esztendőkben az önkormányzattól a magyar állam átvette a köznevelésnek az oktatási részét. Maradt a mi fenntartásunkban, üzemeltetésünkben, gondunkban teljes mértékben az óvodai ágazat. Ezért is annak a lehetőségét, hogy ezen a területen még többet tudjanak a tatai óvodák produkálni, ennek a lehetőségét a város is maga is nagyon-nagyon szeretné segíteni. Ezért is nagy öröm az, hogy minden esztendőben megrendezhetjük, megszervezhetjük külön is azt a kis ünnepséget, amelyet óvodapedagógusi napnak hívunk, és az ünneplés mellett benne egy kis szakmai plusz segítség, egy kis lelki támasz, egy kis lelkesítő gondolatsor hangzik el ilyenkor, egy kis szép műsor kíséretében. Én azt gondolom, hogy Tata büszke lehet az óvodapedagógusaira, az óvodáira. Igazán kiváló szakemberekkel tudunk dolgozni, de ők is emberek, ők is emberből vannak, nekik is szükségük van egyrészt az ünneplésre, másrészt pedig arra a szellemi-lelki támaszra, segítségre, amelyet ilyenkor megpróbálunk megadni. Ez mellett pedig az elmúlt esztendőben mind felszerelésben igyekeztünk segíteni az óvodáinknak, mind pedig egy olyan szakmai továbbképzésre is minden óvodánkból két-két fő be tudott iratkozni, amelyet a Kenderke Művészeti Iskolával közösen, az Egri Főiskolával, most már egyetemmel együtt egy nagyon szép képzésben a magyar néphagyomány hogyan vihető át az óvodai nevelésben a praktikus segítséget, hogyan tud nyújtani ahhoz, hogy a gyerekek majd aztán az iskolába jobban számoljanak, olvassanak, írjanak. Az ehhez kapcsolódó továbbképzésben is nagyon örülök, hogy ilyen sokan részt tudtak venni Tatáról. Tudatra ébredésnek az időszaka az óvodáskor. Geppetto mesternek a műhelyében, ahol ott a gyermekforgács illatát lehetett érezni, úgy vannak az óvodai pedagógusok is. Tehát alapvetően az ő idejükben ébredt tudatra a gyermek, még hogyha tudatossá nem is válik, mert ahhoz még nagyon sok esztendőnek el kell telnie, és van mit tennie az általános iskolás, meg a középiskolás pedagógusoknak és nevelőknek is, de az alapkészségek itt alakulnak ki. A jó és a rossz megkülönböztetése nagyon fontos, hogy létrehozni, alkotni valamit, az egy nagyszerű élmény, sokkal nagyobb élmény, mint valamit lerombolni, amit a másik hozott létre, és azt eltaposni. Ez a legérzékenyebb kora a gyermekek életében. Tehát a legnagyobb felelősség éppen az óvoda pedagógusokon van. Ők azok, akik az első forgácsokat ott lefejtik a gyermekekről, csiszolgatják őket, babusgatják, szeretettel babusgatják őket egészen addig, amíg tudatban nem ébrednek, hogy vannak ők, és vannak mások is. Itt dől el egy-egy közösségnek a sorsa is. Én annak örülök, hogy a fenntartó önkormányzatoknak, hála Istennek, az óvodák azok önkormányzati fenntartásban működnek. A helyi közösséghez leginkább kötődő gyermekintézményeket gondozzák, annak érdekében, hogy az ott felcseperedő gyermekek az alapkészségekkel a lehető legjobban tudják majd szolgálni a saját közösségüket.
legfontosabb, egyik legfontosabb szintere a nevelőmunkának az óvoda, hiszen tudjuk, hogy családból kikerülve a gyermekek a féltő anyai szeretetből kikerülnek, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen körülmények között tudják a mindennapjaikat élni. Természetesen az óvodában a játék a legfontosabb, az a legfontosabb, hogy a gyermekek felkészüljenek az iskolára, és az oktatás csak játékos formában van jelen. Mai rohanó világunkban talán még egy fontos feladata van az óvónőknek, illetve az óvodáknak, hogy egy kicsit kiegészítsék a családot, hiszen rengeteg mindenre nem jut idő, és nagyon fontos, hogy itt az óvodába mindenre jusson idő, és az óvodapedagógusok oda fordulva a gyermekekhez azt gondolom, hogy a türelmükkel, a szeretetükkel ki tudják alakítani a gyermekekben azokat a képességeket, készségeket, ami kapcsán az iskolát egészséges lelkülettel el tudják megkezdeni. Szerintem a mai óvodapedagógiában a legnagyobb kihívás a gyerek, mivel általában a szülők, a mai szülőnek nincs ideje és türelme a gyerekre, és a szeretet az egy olyan külön fogalom a mai világban, ami nagyon ritkán tapasztalható meg, és nekünk az óvodában az a fő mottónk, hogy szeressük a gyereket, türelmesek legyünk vele, és mindent adjunk meg, ami az életkori sajátosságához kell, fejlődéséhez kell, és úgy gondolom ez a mai előadó, a dr. Varga László nagyszerű adást tartott, egyszerűen elhallgattam volna délig is, mert olyan dolgokra világított rá, ami észszerű és nagyon fontos a mai világban. Tehát nem a tudomány kell, nem az a fontos, hanem a gyerek értékeire hívta föl a figyelmünket, és megerősített benne, hogy jól dolgozunk. Ilyenkor tudunk igazából találkozni, mint mindenki azonosul, hogy mennyit öregedett a másik, és hogy még mindig ugyanolyan kitartó, ugyanúgy szereti a munkáját, szereti a gyerekeket, ami a legfontosabb. Tapasztalatokat cserélünk, és nagyon jó ez az óvodapedagógia nap arra is, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, szellemileg fölfrissüljünk, és megerősödjünk abban, hogy jótól haladunk, és a jövő nemzedékét biztos kézzel tudjuk így nevelni. A gyémán diplomás és a nyugdíjba vonuló kolléganőknek is köszönetet mondtak példaértékű munkájukért. 60 éve szerezte diplomáját Baranyi Józsefné, aki 1957-ben kezdett dolgozni a Fürdő utcai óvodában, hivatásának elismeréséül gyémántok levelet vehetett át. A nyugdíjas évekhez kívántak további jó egészséget Németh Valériának, Ricu Istvánnénak és Gira Tamásnénak is. Szinte felhőt alkottak a vadludak a tatai vár fölött, mikor a hajnali órákban csapatostul szálltak fel és indultak élelmet keresni. Ritka természeti kincsnek adhat otthont a város, minden évben több ezer vadlud téli menedékeként szolgál az öreg tómedre. Idén az enyhe idő inkább a látogatóknak kedvezett, mint sem a ludak számának, de a szervezők így is elégedetten nyilatkoztak a fesztiválról. Én azt gondolom, hogy kevés hely van az országban, de akár Európában is, ahol ilyen gyönyörű környezetben, ami nem csak a természet, környezetet, hanem az épített örökséget is jelenti. Ilyen nagy mennyiségű vadluddal találkozunk, ugye itt azt mondták a mai nap, hogy kb. 18 ezer lud lehet ezen a tavon. Egyébként egy nagyon gyönyörűen kiépített infrastruktúra van, viszonylag könnyű ezeket megtekinteni, ami azt gondolom, hogy nagyon jó alkalom arra, hogy az embereket közel hozza a természethez. Tehát azért ez lenyűgöző, amikor mondjuk ezek elindulnak reggel vagy este, ugyanígy érkeznek vissza. Kevés ilyen élmény van, ami azt gondolom mindenkit meg tud fogni, mindenféle korosztályból, a gyerektől a nyugdíjasig, és az itteni szervezők, akiknek szeretnék külön gratulálni, a Dunai-Poly Nemzeti Park Madártani Egyesület, Tataváros Önkormányzat, az olyan csodálatos rendezvényt hoztak létre több mint 15 év alatt, ami egyedülálló az országban. Azon túl, hogy itt a vadludakat lehet látni, meg ezt a gyönyörű természeti környezetet, rengeteg olyan stand van, foglalkoztató program egész nap folyamán, ami a magyar természetvédelemnek, az itteni és távolabbi természetőrökségnek az értékeit mutatja be interaktív módon. Tehát az ide érkező család szintén a kisgyerektől a felnőttig gyakorlatilag nagyon széles tájékoztatást kaphat, játékosan szórakozva ismerheti meg a természeti értékeket. Én azt látom, hogy az itteni, tovább is mondom, önkormányzat, nemzeti park, civil szervezet nagyon sokat tesz azért, hogy azért ennek a környezetnek a háborítatlansága megmaradjon. Egy nagyon tudatos fejlesztés látok itt a környéken, mindahol, úgyhogy úgy gondolom kevés ilyen van, ahol a feltételek ilyen jól biztosítva vannak.
önmagában egy érték, hogy Tata város közvetlen szomszédságában, sőt azt mondhatjuk, hogy a lakott területen belül is egy ilyen természeti érték van, és ez minden évben ugye újra megnézhető. Turisztikai szempontból ennek a rendezvénynek a legnagyobb értéke az, hogy ez Magyarország legnagyobb úgymond természetvédelmi fesztiválja. Tehát egy olyan rendezvény, aminek a középpontjában a természetvédelem áll, a természet megismerése, és erre egy olyan fesztivál szerveződik, mint Tatán ugye sok más különböző témákban. És a másik turisztikai szempontú előnye ennek a rendezvénynek, hogy ugye november végén van, tehát Tata és környéke tud nyújtani nem csak a főszezonban, hanem az elő- és utószezonban, sőt mondhatjuk, hogy most már egy ilyen téli időszakban is egy olyan fesztivált, ami több tízezer embert megmozgat. Gyakorlatilag nincs is olyan időszak Tatán, amikor nincs valamilyen fesztivál? Mondhatjuk azt. Nagyon rövid az az időszak, amikor mondjuk ilyen nagyobb rendezvény nincsen Tatán. Ugye majd tavasszal már ott kezdődik a különböző lovas és a patara rendezvénnyel a szezon. Tehát tényleg nagyon rövid pár hónap az, amikor nálunk nincs olyan nagy fesztivál, ami nagy tömegeket mozgat meg. Nagy-nagy öröm az, hogy és megtiszteltetés, hogy a Teremtő azzal látott el bennünket, hogy ilyen gyönyörű környezetet ajándékozott az itt élőknek. De egész biztos, hogy fordítva történt, tehát az itt élők látták, az őseink látták azt, hogy ez egy gyönyörűséges hely, és érdemes itt tanyát verni. A feladatunk viszont most az, hogy ezt a tanyát úgy őrizzük meg, ahogy kaptuk, az eredetiségéhez lehetőség szerint minél közelebb, vagy minél jobban ahhoz viszonyítva. Ehhez arra van szükségünk, hogy nem csak, hogy ilyen nagyszerű rendezvényeket szervezzünk, hanem ahhoz is, arra is szükségünk van, hogy a gyerekeinket folyamatosan megtanítsuk arra, hogy az ilyen gyönyörű táj attól lesz szép, hogy vigyázunk rá, és nagyon-nagyon megőrizzük, és az olyan őrülteket, akik arra szövetkeznek, hogy itt elriasszák a madarakat, és megzavarják a környezetet, azokat pedig távol tartsuk innen. Tata a vizek városa, ahogy szoktuk mondani, én azt mondom, hogy az élő vizek városa vagyunk, ugye nem csak a fényesen fejlesztünk folyamatosan, szeretnénk az öreg tó további megtisztítását, fejlesztését is elvégezni. Ehhez most egy nagy lépés az öreg tó halászati jogának a megszerzése, még ha ilyen nehézkesen is indult, hogy pont pehjünkre meg nem a mi munkánk következtében, de még egy kicsi halpusztulás is volt rögtön itt a kezdetnél, de ez talán azt is mutatja, hogy innen már csak fölfelé van út, úgyhogy azt remélem, hogy ezek a szép természet közeli rendezvényeink a jövőben még erősebbek és még szebbek lesznek, de ez csak a tataiak együttműködésével, közös munkánkkal sikerülhet. Több szervezet, természetvédelmi egyesület összefogásával jött létre idén is a Vadlucsokadalom, többek közt azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet arra a kivételes környezetre, megóvásának fontosságára, melybe a vándormadarak minden télen szívesen visszatérnek. Ennek bizonyára sok oka van, biztos, hogy van egy genetikai oka, ami ugye azt jelenti, hogy a vadlibákba ez rögzült be, hogy a vándorlás útvonal során ezt a helyet itt használják, és hát ide jönnek pihenni és táplálkozni, de mindenféleképpen van egy olyan oka is, én úgy gondolom, amit hát egy kicsit ilyen emberi oldalról megfogalmazva, egy olyan környezet van itt Tatán, itt a város közelségében, illetve itt a természeti környezetben, ami hát megállásra készteti őket, kényszeríti őket, és hát így emiatt talán lehet így mondani, hogy itt van ez a sokadalom, a Vadlucsokadalom. Hát a harmadrész pedig természetesen ugye ez a tó, az öreg tó, aminek van egy olyan vízkormányzási rendszere, ami lehetővé teszi azt, hogy ilyenkor ezt a tavat erre a célra tudják a libák használni. Természetesen nagyon sok civil szervezet, illetve állami szervezet is részt vesz ebben a programban, illetve ennek a szervezésében, de elsősorban az a cél, hogy fölhívjuk a figyelmet a természeti értékek védelmére, a vízimadarak védelmére, a teremtett világ védelmére, természetvédelem fontosságára, és hát az itteni programok is mindezt szolgálják, hiszen kicsi gyerekektől kezdve akár a felnőtt
kerültek ki, különféle programokat lehet itt megtalálni a part mellett sorakozó kis standokon, illetve állomáshelyeken, és minden program ezt próbálja, ezt az üzenetet átadni, hogy ennek milyen nagy fontosság van a mai korunkban is. Szia, Orbi vagyok, bocs az avarásért, Tatai Vadlócsokról. Kis libaszám iránt érdeklődnénk. A rendezvény szervezői folyamatosan tartották a kapcsolatot más vizes élőhelyek szakembereivel országszerte, így tudtak következtetni arra, hogy a legfrissebb adatok szerint mégis hány vándormadár vendégeskedik nálunk. Magán a Tatai Rektavan 22 ezer lúdé szakázott, tehát ehhez képest a többi vizes élőhelyen nagyjából olyan 200-220 ezer egyéb vadlúdé szakázott, tehát ez nagyjából olyan 18-20 vadvíz Magyarországon, ahol jelentős csoportosulási vannak a vízimadraknak, és ezen belül a vadudaknak. A korábbi évekhez képest milyen adat ez? Hát kicsit elmarad a megszokottól, jellemzően ilyen 300 ezer körül szokott lenni a maximum Magyarországon, tehát egy vonulási csúcsban. Ez annak tudható be, amit maguk emberek is mindenki tapasztal, hogy a hőmérséklet az túlságosan kedvező, és így a ludak még nem áramoltak be olyan mennyiségben, olyan példányszámban a Kárpát-medencében, mint az elmúlt években jellemzően. Bízom benne, hogy azzal várjuk az érdeklődőket, hogy 11 óra és dél környéken visszajön egy 5-10 ezer ludatóra inni, fürdeni, pihenni. De mindeközben lassan elindulnak az előadások a egyik nagy rendezvénysátrunkban, ott filmvetítések és előadások lesznek az egyéb szakmai programok mellett, míg a másikban meg dübörög a játszóház, ott nagyjából 30 önkéntesünk várja a gyerekeket, a családokat különböző programokkal. Hamarosan megérkezik a solymászunk, megérkezik a kisállat bemutató, mellette beindultak a kézművesek a tóparton, illetve hát a szakmai partnerek is felvonultak, és nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Közel 20 helyszínről kérdezzük meg az aktuális napi információkat, hogy mennyi lúd látható Magyarország különböző vizes élőhelyein. Ezek általában a vadlibáknak a legfontosabb gyülekező helyei. A Hortobágytól a Kis-Balatonon keresztül a Békés-megyei vizes élőhelyekig, és hát köztük természetesen az Öregtó foglalja el az egyik legrangosabb helyszínt. Mi a jellemző egyébként, hogy hol van a legtöbb madár ilyenkor? Hát Magyarország teljes területén láthatók most vadludak, az Alföldön szintén. Biztos, hogy itt a Tatai Öregtavon most is remélem, hogy dobogósok leszünk ezzel a 20-22 ezer madárral, ami most látható a tóvízén. Ugye a vadludak alapvetően pihenni járnak ide, meg egy kicsit wellnessezni, hogyha szabad ezt mondani. Tehát itt nálunk fürdenek, tollászkodnak, pihennek, a több ezer kilométeres út megtétele után itt ez az egyik legtartósabb pihenőhelyük, és az éjszaka az rendkívül fontos számukra, tehát az éjszaka nyugalma, és aztán reggel, amikor nagy csapatokban felkerekednek, akkor kimennek a táplálkozó területekre, kukoricatarlókra, és azt követően a déli órákban visszaérkeznek inni, fürdeni, megint csak fürdeni, számukra nagyon fontos. Általában vízimadarak számára rendkívül fontos a tollászkodás, hogy rendezetten, épségben tartsák a tollukat, és aztán a délutáni órákban még visszamennek még egy kör uzsonnára, és aztán alkonyatkor, ahogy sötétedik, akkor húznak be nagy csapatokba, térnek nyugovóra. Táplálék szempontjából mi a jellemző? Mit esznek ők ilyenkor? Hiszen akkor is nálunk vannak, mikor hótakaró van. Valóban, hát amíg lehet, akkor a kukorica szemeket, tehát a kukorica tarlókra járnak ki, az a legnagyobb energiatartalmú táplálék, amit magukhoz tudnak venni. Aztán ahogy ezeket összeszedték a környék földjeiről, akkor jönnek majd az őszi búzavetések, és ezeket csipkedik meg a leveleket. Néha a gazdák ezért kicsit orrolnak is a ludakra, de a vizsgálatok azt mutatják, hogy nagy gond azért nincs, tehát kicsit még jobban is bokrosodik ilyenkor, ezt követően néha tudnak esetleg kárt okozni. Nagyjából ezek tartanak ki aztán, amíg be nem jönnek a nagy havak. Tehát, hogyha bejön egy ilyen 15 centis hó, akkor már nem tudják alól kikaparni ezeket a hajtásokat,
és akkor tovább állnak, akkor elmennek délebre vagy északabbra, elég jól megérzik, hogy merre érdemes tovább állniuk. Gyakorlatilag Szibériának az északi költőterületeiről érkeznek, tehát a sarkkörön túli területekről, és a nagyjából a skandináv félszigetet követik, Baltikumot, és aztán úgy jönnek le az északi tenger, illetve az Atlanti-óceáni partvidékekre. Németország, Hollandia képezi az egyik végső célt, és egy másik vonulási folyosó pedig a Kárpát-medencébe irányul, tehát Lengyelország, Csehországon keresztül jönnek ide Magyarországra, és ez az egyik végpontjuk. Október elején jelennek meg az első csapatok, és aztán február végéig, március elejéig tartanak ki, tehát közel fél évet itt töltenek nálunk. Most pillanatnyilag 22 ezer ludat tudtunk itt fogadni a vadlúcsokadalom tiszteletére. Az elmúlt héten volt egyébként már 30 ezer is, és a következő héten megint várunk elég sokat, hiszen ahogy érkezik a hideg front, akkor mindig ezzel a fronttal beszokott jön egy újabb hullám, úgyhogy reméljük, hogy fölmegy megint 30 ezerig, vagy akár 40 ezerig is, attól függ, mennyire kemény ez a hidegfront. A leggyakoribb lútfaj a nagylilik. Érdekes módon vette át a vezető szerepét a vetési lúttól, hiszen a vetési lút tette Tatát mindig nemzetközi hírűvé, az adta a vadlút tömegek 95%-át, és az elmúlt 10 évben egy ilyen drámai módon lecsökkent a számuk, és helyét átvette a nagylilik. Tehát most már ő látható 10 000 számra. Mellettük néhány száz nyári lúd, illetve néhány tarkabarka vadlútfa is színesíti a tömeget, vörösnyakú lúd, apáca lód, örvös lód, kis lilék, nagyjából ezek, tehát ez a 7 lódfaj látható most pillanatilag Tatán. Mindenképpen szeretném megemlíteni a szomszédvárakat, tehát ez a Velencei tó, illetve a Dinnyési Fertő vidéke az egyik, a másik pedig a Fertő tó. Tehát nagyjából ezen a három ponton vonulnak, hol az egyik helyen van több liba, hol a másikon. Nagyjából ez az egyik fő tartózkodó helyük itt a Dunántúl viszonylatában. Természetesen a Hortobágy nagyon fontos, még a Kis-Balaton, a Kiskunsági Szikes tavak vidéke, Kardoskúti Fehértó Békés megyében, Szegedi Fehértó, tehát ezeken a helyeken látható mindig a legtöbb liba. Azok a szervezetek, melyek természetvédelmi feladatokat látnak el, interaktív programokkal, egy kis tájékoztatással várták a látogatókat sátraikba, ahol a szakemberek a felmerülő kérdésekre örömmel válaszoltak. A Herman Otto Intézet a Földművelésügyi Minisztériumnak a háttérintézménye, és 2015-ben jött végül létre. Az a feladatunk, hogy a Földművelésügyi Minisztériumnak szakmai kérdésekben segítsünk háttértanulmányok készítésével, jogszabályi anyagok védelményezésével, természetvédelmi, környezetvédelmi témákban. Az intézet részéről most a természetvédelmi kollégák vannak kint értelemszerűen, és hát van egy kis sátrunk itt, a Herman Otto Intézet sátra, ahol egyrészt a kiadványainkból kaphatnak, illetve vásárolhatnak, játszhatnak, vannak különféle játékaink, amik a természet megismerésében segítenek, illetve kivetítőn nézhetik a vadludakat, illetve hát ami éppen a tavon van, madarakat. Természetvédelmi szempontból a vadlúdsokadalomnak nagyon fontos szerepe van, mert egy kapcsolatot teremt a társadalom, illetve a kőkemény szakmai természetvédelem között, ami egy nagyon fontos feladat, hiszen sokszor nem világos, hogy az emberektől vagy az emberekért védjük a természetet, és ilyenkor rendkívül jó alkalom nyílik arra, hogy bemutassuk az embereknek, a társadalomnak, akik nincsenek napi szinten benne a természetvédelemben, hogy miről is szól a munkánk, és hogy miért fontos ez az ő számukra. A madárvilág több más veszélyeztetett faja is bemutatkozott valamilyen módon a látogatóknak. A ragadozók legfőbb problémája ma a táplálékhiány, illetve a vadászterületek és a zsákmányállatok számának drasztikus csökkenése. Ilyen például a parlagisas. Alapvetően egy síkvidéki faj, tehát azokon az élőhelyeken él Magyarországon is, ahol ilyen síkvidéki élőhelyek vannak, és hát nyilván ennek is a táplálékbázis az alapvető döntő kérdés, hogy hol fordulnak elő azok a táplálékállatok, ahol
hát megtalálja a parlagisas. Ebből a szempontból például ugye fontos, hogy az Ürge és a Hörcsög állomány nagyon lecsökkent az elmúlt évtizedekben, és hát most ez a mi projektünk is ezt szolgálja, hogy próbálunk ezen egy kicsit segíteni. De az állományok szépen nőnek, mind a parlagisas, mind a kerecsensoly állomány. Ez a korábbi évtizedek védelmi tevékenységének az eredménye. És most épp azért próbáltunk egy olyan munkát folytatni, hogy a növekvő kerecsen és parlagisas állománynak a táplálékbázisát is próbáljuk stabilizálni, mert ugye ez az utóbbi évtizedekben viszont nagyon csökkent. Hol ezek a különböző kisemlősök, amik a táplálékbázis képezik, vannak ilyen képeken, és amikről lemaradtak alkatrészek, és a gyerekek ezeket az alkatrészeket tehetik ki, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas játék szokott a gyerekeknek lenni, úgyhogy hát ezzel vagyunk mi itt tulajdonképpen, ezzel a programmal. Gyűrűzési bemutatót is többször tartottak a látogatóknak a nap folyamán, így a madarász szakma olyan szegletébe is be lehetett pillantani, ami egyébként rejtve van az emberek szeme elől. A kék cinkés egy ilyen odulakó madár. Mindjárt mondom, a 08 a vége, kék cinege, és ő fiatal. Nála látjuk, hogy fiatal, ami ugye azt jelenti, hogy májusban még tojás volt, most meg már akkora, mint a szülőmadár, tehát egy nagyon gyorsan felnőnek. Általában a szülőmadár májusban pár választ, területet választ, megépítik egy-két nap alatt a fészküket, általában 3-4 nap alatt a fészküket megépítik. A tojómadár lerakja a tojásait egy olyan néhány nap alatt, általában egy hét alatt egy olyan 10 tojást rak le, adom körbe. A szakmai utánpótlás szempontjából is fontos ez a nap a madarászoknak, hiszen itt tudnak legkönnyebben kapcsolatot teremteni a társadalommal. Igen, Magyarországon két nagy természetvédelmi, lehet azt mondani, hogy fesztivál van per pillanat, ez a darvadozás, illetve a tatai vadlúcsokadalom. Ez az a két rendezvény, ami buborék rendezvényként működik, és itt aztán tényleg kapcsolatot lehet, akik a madár és természetvédelemben ügyködnek, tevékenykednek, itt össze tudnak futni, barátságok szövődnek, illetve ezeket lehet ápolni, de minden egyes tannál, a szakmai standoknál egyben természetvédelmi tanácsadás is zajlik. Jobban hiszünk abban, hogy az embereket meg lehet arról győzni, hogy amit itt tapasztalunk, magán a tatai rekta van, illetve a többi vadvíz területünkön is, ez csak közösségi összefoglással őrizhető meg. Tehát ez a legfontosabb. Nem olyan régen jöttünk ki, de minden évben ki szoktunk jönni, úgyhogy minden évben pont anyukámmal azt beszéltük, hogy mindig találunk valami újat, amit érdemes megtanulni, vagy odafigyelni rá. Hát eddig most a gyerekek már ott vannak a madárgyűrűzés, ez minden évben a sláger nálunk. Az előadásokból is, ugye, ahogy jövünk, megyünk, azért sok mindent meg szoktunk hallgatni, de úgy konkrétan nem szoktunk megállni itt vagy ott, mert még a gyerekek azért nem ilyen türelmesek, de minden évben azért van valami, amit az ember hall, amivel kicsit több lesz, vagy más lesz, vagy tanul valamit ezekről az állatokról. Nem csak magukat, a ludakat lehet megfigyelni madarász szemmel, hanem a kicsiknek mindezt át lehet adni. Én, mint most teleszkópos segítő is jöttem, és emellett pedig, mint környezeti nevelő is. Tehát elsősorban gyerekcsoportokkal, nem annyira családdal, gyerekcsoportokkal érkeztem, de a családoknak sok mindent tudunk ajánlani. Egyrészt van egy nagy sátrunk, ahol mindenféle remek programok vannak, többek között kis színpadi bábszínházas előadás. Emellett vannak kézműves foglalkozások, ebből igen csak sok, hiszen a nemzeti parkok, most a Dunadráva is itt van, Dunai-Ipoly Nemzeti Park állandóan, és emellett pedig civil szervezetek, környezeti nevelői is mindenféle kézműves praktikára megtanítják a gyerekeket. És a legfontosabb talán az, hogy magukba is szívják egy picit a gyerekek azt az érzést, hogy más tempóban is meg lehet nézni természeti csodákat, szépségeket. És hogyha egy kicsit lassítunk, ha egy kicsit oda tudunk figyelni és időt szállni dolgokra, akkor előbb-utóbb valószínűleg érdeklődni is fogunk ezek iránt. Ez a szülőkön is múlik, rajtunk is múlik. Én is most nem sokára megyek majd a két kisfiamért, mert ők egy kicsit tovább aludhatnak. Másfél meg 4 éveseket nehéz fölkelteni. Korosztályfüggő. A kicsik abszolút. Pont a múlt héten tartottam óvisoknak itt foglalkozást Tatán. Ők nagyon-nagyon nyitottak voltak rá. Pont a héten megyünk, jövő héten megyünk újra terepi foglalkozásra. Tehát nekik igazából ez egy abszolút jó
dolog a kisiskolás korig. Utána viszont tényleg nagyon sok olyan dolog leköti őket, ahonnan már nehezebb kirángatni őket. Ezért érdemes, nagyon sokan mondják, minél korábban annál fontosabb elkezdeni, és tényleg így van az a gyakorlatban is. De ezzel együtt is a középiskolások is és az egyetemisták is leköthetőek. Én egyetemen tanítok egyébként környezeti nevelést, és az ottani, főleg tanárszakosainknál is abszolút jellemző az, hogy egyrészt fogékonyak rá, mert végre terepre megyünk, kijutunk, elmegyünk, megnézzük, gyakoroljuk, hogy hogy csináljuk ezt később. Másrészt pedig, ami ugyanilyen fontos, hogy ott is nagyon gyakori az, hogy főleg azok jönnek, akik kiskorban elkezdték. Tehát ez a legérdekesebben az egészben, hogy én is körbe kérdezek mindig, és az derül ki, hogy hát igen, mert már vittek minket iskolában, meg már a szülők is. Úgyhogy ezért is érdemes visszacsatolni arra, hogy minél korábban, és rendszeresen, türelemmel. Nem véletlenül foglalkozom már ezzel elég régóta. Hát ez egyfajta szenvedélye az embernek, tehát aki szereti a természetet, az általában gyakran már kiskorában rákap erre, hogy jó madarakat megfigyelni, és vállalja ezt az áldozatot az élmény érdekében. A Tatai Öregtó egy nemzetközi jelentőségű terület a madárvonulásban betöltött szerepe miatt. Ilyenről nem tudok többet, hogy egy város közepén legyen egy olyan vadlúttelelőhely vagy átvonuló hely, ahol ennyi madár megfordulna. Ma reggel is volt már örvöslúd, vörösnyakú lúd, egy ezüstsirály, úgyhogy ezek rendszeresen előfordulnak ebben az időszakban. Az elmúlt két hétben ezek a fajok többször megfordultak itt. A természetvédők fontosnak tartják, hogy mindennapi munkájukba legalább ezen a napon bevonják az embereket, ha pedig valaki kedvet kap a madár megfigyeléshez, annak szívesen segítenek is. Én azt gondolom, hogy nyilván a minimum azért egy távcső, jó egy madárhatározó is, és nagyon fontos, hogy találjon olyan kapcsolatokat, olyan embereket, akiktől ezt a hobbit, ezt a akár mesterséget el tudja sajátítani, és akikkel folyamatosan tud konzultálni, és tud fejlődni mellettük. 200 kilométer jöttünk Heves megyéből, Gyöngyösi és Heves közötti Tarnavérő című településül. És a feleségemmel már régen eldöntöttük, hogy el fogunk jönni, tegnap érkeztünk, hétfőn megyünk. És eddig milyen élmény? Óriási volt, hát tegnap már a megérkezésük után a Tatai Várnál kezdtünk, a másik oldalon egy kicsi séta, vadlúd megfigyelés délután, néhány kirepülést már, illetve beérkezést már láttunk, óriási volt. Sokan több órányi autóutat tettek meg, hogy láthassák a fesztivált és a különböző libafajokat, a speciális távcsöveken keresztül kémlelték a medret. Környékből tetszett érkezni? Fehérvár. Először járás. Nem, már negyedszer. Jó, már sokkal jár, akkor lehet, hogy már nem is tudok újat mondani. Nem csak vendégeket vonzott messziről a vadlúd sokadalom, fiatal madarászok is útra keltek a látványosság hírére. Én egyébként nem idevalós vagyok, én Gyermek-Sopron megyében lakok. Hát ez ilyen gyermekkorom óta már foglalkozok így madarakkal, tehát járok ilyen madár megfigyelésekre, ilyen rendezvényeken kezdtem én is. És ez így teljesen elragadott ez a megfigyelés, tehát ez a madarakkal való foglalkozás, és ez már szinte az életem részévé vált. Itt van nem messze ez a Naszályi, Ferencmajori madárvárt, ahol megy minden nyáron gyűrűzés, és ez ilyen fiataloknak nagyon jó lehetőség, tehát ilyen madarakat tanulni, hasonló korú emberekkel találkozni. Tehát így egy ilyen közösség alakult ki, ugye általában ott ezek a tatai fiatalok vannak ott kint, és így ismerkedtem meg itt a sokadalom szervezőivel is, és most már én is így szervezőként vagyok. Mindig világosodáskor már egy madarásznak elkezdődik a nap. Mindig ugye más, tehát ez a szép ebben, hogy mindig más, és mindig új, mindig van valami élmény, tehát így sosem mész úgy haza, hogy hát ez nem is érte meg kimenni. Az égre persze nem csak ezen a napon volt érdemes felnézni Tata környékén, hiszen a vadludak a téli hónapokban még sokszor megörvendeztetnek a hajnali kihúzás élményével, aki pedig madárlesre indulna, annak szívesen segítenek a szakemberek. Adjon az Úristen szerencsés jó napot! Egy csoportnak szószólója vagyok. A mi kis falunkba este 8 órára elvárunk mindenkit a szüreti bálba. Szőlőbős, borból, lesz minden bőbőség. Szívesen lát mindenkit. A sámsoni legénység. Éjjjj!